Sziasztok! Tudom, jó ideje nem volt videó, de múlt héten elkapott valami korság, úgyhogy élet és halál szuperpozíciójában lebegtem, de ez nem jelenti azt, hogy nem olvastam volna a kommentjeiteket az előző videó alatt. Nagyon örülök, hogy ennyi konstruktív és értelmes hozzászólás született a témához, úgyhogy lehet, hogy még a jövőben is lesznek kisebb-nagyobb rendszerességgel ilyen gondolatkísérletféleségek. Mert hogy nagyon tetszik, hogy kialakult valami értelmes, trollkodásmentes beszélgetés, ami szerintem ritkaság számba megy a YouTube-on, de ti egy fantasztikus közönség vagytok, úgyhogy ez valószínűleg ennek köszönhető. Szóval, ha szeretnétek, hogy időnként vessek még fel eszmefuttatásokat, morális dilemmákat, gondolatkísérleteket, akkor írjátok meg kommentben, sőt, akár témát is ajánlhattok. De most jöjjön valami, ami nagyon régen volt. Kísérlet. És nem is akármilyen kísérlet, hanem olyan, amihez tényleg csak kevés dolog kell, és mégis nagyon látványos, mert hogy ezeket szeretem a legjobban. Igaz, árnyalja a képet, hogy most, mikor fel akartam venni magát az instrukciós videót, azt, amit most is néztek, addigra lemerült a zseblámpám. Viszont az előkísérletek során szerencsére már sikerült csinálni jól használható képeket, úgyhogy nincs semmi veszve, egyszerűen képzeljétek ide a fényt. Amikor még decemberben csináltam a csillagfotózós videót, és otthon napközben a szüleimnél állítgattam be a kamerát, hogy teszteljem, akkor apám megkérdezte tőlem, hogy csináltam-e már olyat, hogy zseblámpával hosszú záridő mellett rajzolgattam mindenfélét a levegőbe. Én mondtam neki, hogy igen, ismerem ezt a koncepciót, de igazság szerint én ezt nem tartom annyira érdekfeszítő. Várjunk csak egy kicsit. Az odáig igaz, hogyha csak úgy hadonászok a zseblámpával, abban tényleg nem látok túl sok fantáziát, de ha valahogy szabályszerű keretek közé lehet szorítani a fénynek a mozgását, abból már kisülhetnek jó dolgok. Úgyhogy az jutott eszembe, hogy összedobok egy Blackburningát. Ez az egyik legegyszerűbb úgynevezett harmonográf. Tulajdonképpen egy ilyen Y-alakban felkötött súly, ami jelen esetben ez a zseblámpa, amit hogyha kilendítek és magára hagyok, akkor egy nagyon érdekes pályát fog követni. Mert hogy itt tulajdonképpen nem egy ingáról, hanem két egymáshoz kapcsolódó inga mozgásáról van szó. Az egyik inga az itt ez a három szög, ami e körül a két pont körül tud elfordulni, tehát lényegében csak ebben a síkban tud mozogni. Míg az Y szára akár rá merőleges síkban is. Ez pedig azt eredményezi, hogy a zseblámpa fénye egy liszazsú-szerű görbe mentén fog mozogni. Oké, de ezt így szabad szemmel, vagy szabad aggyal nem igazán lehet lekövetni, úgyhogy célszerű rögzíteni ezt a mozgást. Erre természetesen nagyon sokféle megoldás van, például még 6 évvel ezelőtt a szertárra csináltam egy videót, ahol filztollal szerencsétlenkedtem mindenfélét, de mondom, jött most ez az isteni szikra, hogy miért ne lehetne hosszú záridő mellett a görbéket egyenesen a kamerának a szenzorára rögzíteni. Szóval a gépet manuális üzemmódba állítottam, záridőnek pedig 30 másodpercet adtam meg, az F-értéket feltekertem csutkára, és a fényérzékenységet is levettem minimálisra. Majd a gépet beraktam az inga alá, a lakást pedig fullra besötétítettem, hogy tényleg csak a zseblámpa fénye rajzoljon a szenzorra. És ilyen remek kis képek születtek még az előkísérletek során. Mondom, nem tudok most többet csinálni, mert hogy menet közben lemerült a zseblámpám, és nincs itthon elemem. Szóval ez így nagyon király, de üröm az örömben, hogy bármennyire is beleéltem magam, hogy milyen király dolgot találtam ki. Időközben, ahogy utána néztem, kiderült, hogy nyilván nem én voltam az első, akinek ez eszébe jutott. De ha úgy vesszük, ez eleve kódolva van ebbe a demonstrációba. Ugyanis hiába nevezték el ezt a szerkezetet Blackburn ingának, valójában Blackburn 1844 körül csak újra kitalálta azt, amit valakik korábban már jó 30 évvel ezelőtt egyszer leírtak. Szóval nincs új a nap alatt. De most jöjjön egy kis játék. Én megmutattam az alapokat, úgyhogy rajtatok a sor, ismételjétek meg ezt a kísérletet, módosítsatok rajta úgy, ahogy csak szeretnétek. Próbáljátok ki például, hogy hogyan változnak az ábrák akkor, hogyha változtatjátok a két ingának az arányát. Szóval tapasztaljátok meg, hogy hogyan lehet változtatni az ábrán, vigyetek bele kreativitást, dolgozzátok fel ezt a témát úgy, ahogy nektek tetszik, és ha készen vagytok vele, akkor töltsétek fel Instagramra vagy Twitterre, és tegeljetek be rajta. A feltöltők között pedig jövő pénteken kisorsolom ezt a könyvet, vagyis nem ezt, mert hogy ez csak egy kép a borítóról, igazság szerint fogalmam sincs, hogy hova raktam az én példányomat,
Szóval a Hét rövid fizika leszkéről van szó, ami egyrészt nagyon szép kiadás, másrészt tök hasznos könyv is lehet. Én elolvastam, és azt a példányt adom tovább nektek is, sőt, még akár írok is bele valami szívhez szóló üzenetet, személyesen. És most jön az, amit ilyenkor mindig el szoktam mondani. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és kapcsoljátok be az értesítést is. Ha meg szeretnétek osztani valakivel, akkor hajrá! Legközelebb egy új témával jövök vissza. Legyen szép napotok, sziasztok!